Pánikra semmi ok, de helyén kell kezelni a dolgokat. Ezt tanácsolják a szakemberek és az utazási irodák. A koronavírus rohamos és kiszámíthatatlan terjedése a gazdasági szektor számára fejtörést jelent. Sok területen, főleg a turizmus különböző ágazataiban jelentős a visszaesés. Így például az utazási irodáknál. Bár nem csak a külföldi utazásoktól félnek, az egyik nyíregyházi irodánál sorra mondják le a húsvétre szóló belföldi foglalásokat is. A biztosítások azok elég kérdőjelesek mostanában, tehát azok a területek, ahol már megtalálható a koronavírus, azokra nem érvényesek a biztosítások, mármint erre a koronavírusra vonatkozóan, mert természetesen, hogyha valakinek ugye egy bokaficam, vagy egy törés, vagy ilyen, arra igen érvényes, de ahol már megvan a koronavírus, oda biztosítást nem lehet a koronavírusra kötni, illetve ha valaki olyan országban tartózkodik kint, ahol még nincsen koronavírus, és akkor lesz, ott viszont a biztosító állja természetesen az ezzel járó költség. Tehát mindenféleképpen, aki utazik, az előtte tájékozódnia kell, hogy milyen biztosítást tud kötni, és az mire érvényes az adott térségben. A szakemberek szerint Magyarországon sokkal nagyobb mértékű a pánik, mint Spanyol vagy Olaszországban. Ennek leginkább a sok interneten terjedő álhír lehet az oka, ezért az utazni vágyóknak is érdemes a hivatalos forrásokat figyelemmel kísérni. A turizmus.com rendszeresen frissíti az információkat. Innen tudható például, hogy az olasz hatóságok egész Lombardiára és 15 másik észak-olasz városra is kiterjesztették a vesztegzárat. A magyarországi repülőterek ezért hétfőtől nem fogadhatnak járatokat a koronavírus járvánnyal érintett észak-olaszországi városokból. Sőt, az egyik legnagyobb légitársaság április 3-áig felfüggeszti a Budapestről és Debrecenből induló milánói, trevizói és bergamói járatait. A számítások szerint az olaszoknál most éri el csúcspontját a járvány. Bár vannak olyan országok, ahol még nem mutatták ki a vírust, 100%-osan biztonságos terület nincs. Vannak, akik azt mondják, ugye, hogy meleg helyeken ugye ott a vírus az nem életképes. Nekünk a múlt héten utazott el utasunk például Dominikára. Én bízom benne, hogy éppen egészségesen fognak hazaérni, és ott kint elfelejtik ezt a magyarországi vagy európai pánikot. Vannak, akik hajóútra utaztak el a múlt héten, tehát én nagyon bizakodó vagyok, hogy most már, mivel ismerjük ezt a vírust, azért felkészülünk erre. Ugyanakkor viszont van személyes információnk arról is, hogy most akik megérkeznek a debreceni repülőtérre, például nem volt semmilyen vizsgálat. A szakemberek ezért azt tanácsolják, érdemes még kivárni, ha valaki az utazások lemondását tervezi. És minden esetben fontos hivatalos forrásokból tájékozódni, hogy mik a teendők most egy utazás során.